Mai énekes vendégünk Farkas Zsolti, a 2013-as énekiskolája győztese. Ma ő énekelt nekünk, de azóta is rendületlenül építi karrierjét. Ő érkezett ma hozzánk jó barátjával, Andrissal. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! Már szándékosan nem mondjuk, hogy Zsoltika, biztos megbújsz tőle, nem? Hát nem tudom, néha tanárok is így hívnak a konziba, de megszoktam, amikor anyu is így hív, hogy Zsoltika, gyere! Nem akarod levetkezni, hogy anyuék így hívnak, tehát az rendben van, csak hogy már a köztudatban így vagy bent, mint Zsoltika, tehát ez... Hát inkább nem... Zsolti, én a Zsoltot nagyon nem szeretem, az annyira hivatalos, hogy Zsolt. Jön majd az idő, 10-20 Zsolt leszel. De hát még annyira nem zavar a Zsoltika. Vagy Zsének. Hát az is kicsit olyan fura. Azért a színfalak mögött néha beszél arról, hogy jaj, már megint Zsoltikának vagyok kiírva. Hú, mit kapsz te ezért, ha innenki vettek? Attól én is félek, igen. Mekkora barátság van köztetek? Ki mondja el a sztorit? Mondja csak. Szóval az igazság, hogy én vlogger vagyok, az interneten videókat készítek, nagyjából úgy, mint a Miskovics Marci, aki mesélt még nektek erről, és én interjús videókat készítek, és Zsolti ugye a Star Wars Star-ban egy kicsiben szerepelt, és én onnan hívtam meg őt vendégnek a csatornámra, és hát nem úgy, mint a legtöbb riportalanyommal, vele igazából kialakult egy barátság. Úgy, elég jó, igen. Igen, úgyhogy nagyon jó barátságot sikerült vele létrehozni, és azóta pedig csomó mindenben segítjük egymást. Például ugye nekem most jelent meg az új klippem, dalom is, és abban Szecsó segített igazából a klippet megvalósítani, így együtt megálmodtuk a tervet, meg mindent is, és Szecsó és kedves barátjai felvették nekem, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó baráti kapcsolatunk van. Tele vannak a fiatalok hangzik. Motivációval. Például, igen. És a sulira marad idő? Hát a Szecsó már leérettségizett. Én most fogok érettségizni a konziba, úgyhogy hát nagyon kemény lesz. Azt tudom, ez az év, mert folyamatosan fellépések, videóklipek, dalok kiadása is emellett még. Készülnöm is kell érettségre, úgyhogy kemény lesz. Azon gondolkoztam egy csomót még múlt évben, amikor a Starban volt a Zsolti, hogy azt, hogy bírta volna, ha akkor érettségizott volna, az nagyon durva lett volna. Halasztás. Még így is mesélte nekem, hogy mennyi mindent kellett áldozatot hozni ezért, úgyhogy nem igen. Meg se kérdezem, hogy a csajok hogy férnek mindebbe bele. Azok beleférnek. Azok mindenki beleférnek. A tökéletes közhely, hogy amire az ember akar, arra mikud idő. Értem, akkor éljen az érettségire való felkészülés. Legyen hajrá, drukkolunk neked. Nagyon szépen köszönjük. És még énekelsz ma? Így van, a debütáló dalomat igazából, ami ez klip is készült, a címe nem számít, ezt fogom előadni. Nem számít, ez most abszolút nem számít. Csak hozzán. Ezt a poént hányszor hallottuk már, úristen. Ja, akkor nagyon eredeti volt. Azt hiszem, a csúcsok kell abba hagyni. Akkor itt is hagyjuk titeket. Mi búcsúzunk. Abszolút.